Határozottan jót tett neki a az éjszakai pihentetés. Nagyon jó illata van. Itt is kavarom. Ó, de jó illata van. Elméletben ezt is egy hőlépcsővel kellene lefőzni, ami azt jelenti, hogy 65 fok egy óránál. Én már múltkor se tartottam, szóval most is inkább a két hőlépcsőt fogom biztosan betartani, a 63 és a, hát én a 72 fokot szoktam. Aki ennek a sörnek a receptúráját készítette, ez az amerikai egylépcsős módszert alkalmazza. Hát én jobban szeretem ilyen kettő vagy minél több lépcső alkalmazását. Kellemes 10 fok. És akkor most megvárjuk, míg felmelegszik. Szép lassan kúszik fel a hőmérséklet. Olyan 40 fok környékén vagyunk. Kicsit zavarosnak tűnhet, de ez itt teljesen jó. Szépen megpróbáljuk elérni az első hőlépcsőnket, ami 63 fok nálam. Most pihentetem egy fél órát. Majd eljött megyek a 72 fokra, ott is pihen egy fél órát. Tehát kicefrézem, és ennyi. Lehetne modernizálni a hőmérő egységet, de szinte teljesen felesleges, szépen 40 foknál vagyunk. Most már megyünk a 60 helyett a 72 fokos pihentetésre. Itt szépen 60 fokon eldöcögött, pihent egy fél órát, de már látszik egyébként a színe, hogy jó kis világos lesz. Jó lesz ez. Jó kis kellemes illata van már most. Elértik azt a 71-72 fokot, így csúcs, szuper. Jó, ezzel fedő rája megy, így szépen így rajta van. Ezzel, és akkor most megint várunk vele egy olyan közel fél órát, és utána már csak ki kell cefrézni. Na, hatodjára sikerült elindítani. Azt mondja, hogy most vagyunk 75 foknál, úgyhogy lassan elérjük a kiceplézési hőmérsékletet. Úgy ne. Jó, az is beleesett. Azt mondja. De igen, csak 76 fok, még egy kicsit hagyom, hadd melegedjen. Megpróbálom kihalászni a kanalat. Kicsit átkavarom. Húha, ez jó forró. Hú, de szépen gőzölök. Király. Lefedem. Ez az. Itt elzár.
Hopp, hopp, hopp. Úgy látom, tömítési problémák keletkeztek. Na, ezzel kezdeni kell valami. Hogyha ez itt így eresz, jó mondjuk pálinga főzésnél ugye nyitott a rendszer, de lehet, hogy itt is el tud szökni a párlat. Na, hú, jó. Jó. Hát ez így érdekes. Na jó, jó tudni ezt is. Na, kezdjük el a szűrést. Jó kis hobby shredder. Elveszik. Jó. Tudhatom, ez könnyű lesz átszívni. Úgyhogy az ilyen vizesebb lenne. Na, még egy csörcsöt szültem át ilyen könnyen. Elküldünk egy pancsolvizet. Kábbi 7 liternél járunk, úgyhogy tudtam, hogy egy fogok beletérni a 12 liter. Úgyhogy ezt meg kell várni, hogy ez a pecsolók. Szakadunk volna vele. Pedig vannak kisebb problémák. És pedig az, hogy nem fér bele. Nagyobb ödörte. Nem fér bele. Egyszerűen a más leesnek a végét, azt már oda fogom beleküldeni. 9 liter.
Na, szóval egyből ide visszamáslom a kuktába, mert nem fog elférni. Tudsz? 4 liter vízzel, meg hozzá 9, ez 13 liter. De szerintem az teljesen jó lesz a pomlóforralást megindítani. Visszatétjük. És ez ott is van. Szuper. Látjuk oda is a pomlóforralást. Egy jó forjon a cucc. Lekukdázzuk. Ez az tényleg érezt. Mondom, hogy rakunk rá egy kis teflonszalagot. Ezt megoldjuk. Viszont én ki kellene mérni. Ki kellene mérni a pomló mennyiségeket. Na szóval, kétfajta pomlót fogok használni. Igazából eredeti receptúrában Hallertau-Mitter fű nevezeti pomló szerepel csak benne. Ez egy 5%-os alfasav tartalmú, körülbelül akkor alfasav tartalmú pomlóról van szó. Eredetileg, ha azt használnék, ez a 10 literes mennyiséghez 12 g-nyi pomlót kellene felhasználnom egyszer, ez egy teljes pomlóforralási idő. Illetve kellene egy olyan 8,5 g-nyit az utolsó 20 percben, hogyha az eredeti receptúrát követjük, úgyhogy én megpróbálom ezt is követni. Viszont van nekem még egy kis szorácsi észre, meg egy kis citrám. Ezért én azt csinálom, hogy a 12 g kell bele összesen, ha 5%-os lenne. De mivel ez is 13%-os, meg ez is valami 12. Hát ön a pont nincs rajta. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy 3, de itt van 12%-os a szorácsi ész is. Még itt 3-3 g-t fogok belelökni, és összekapcsoljuk be. Hello! Hát, 3,2 g. Nem kritikus. Citrából is. Végünkbe 3 g-t. Jó citrusos illata van. Még egy kicsi. Így. Megvan a 6 g-nyi keserű pomló mennyiségünk, úgyhogy én ezt már lökjöm is befele a kuktánkba. Úgy azért már habzik. Ez már habzik azért rendesen. Ilyenkor én már bele szoktam lökni. Úgy. Szépen meg is kavérnyászom. Visszazár. Uff. És itt le is veszem a dugót. És ezen nem tud levegőzni. Mérjük is ki a következő pomló mennyiséget. Méghozzá ugye 8,6 g-t kellene belerakni. 4-4 g-ot gondoltam én. Nézd, ez a bele
egy 24 g a citrából, szerencséből is mehet egy 4 g. Jött. Hát így ez 1 g-mal több. Lehet úgy vagyok vele, hogy legalább elfogy. De nem fogja rontani. Ja, így. Nincs másik grammal lett, ez nem baj az. Ügyezve, hogy majd bele majd a vége előtt 20 perccel. Elérkeztünk a 20 perces. Ó, de szépen. Na gyere már. Hogy ó, de szépen fel van habozva. Ez nagyon jó hír nekünk. Ó, de szépen fel van habozva. Beleküldjük a hát 9,5 g-nyi kumlókeverékünket. Ez a jó. Majd habozzon. Ez az. Ez a jó, amikor így habzik. Ez az. Ez az. De király. Ez az. Tökéletes. Tökéletes. Így, mi? Jó. Innen már csak kb. 20 perc, hogy aromakomlózni nem fogjuk. Legvégén se rakok bele semmit, ennyi lesz a komlózása. Így, mi? És már vissza is zárjuk. És várjuk a csodát. Tökéletes forralás. Valahogy így néz ki. Hú, te király. Mondjuk szerintem olyan túl sokat nem fogtok látni abba a gőz miatt, de szépen áramlik. Lejárt az időnk. 20 perc. Gázt elzárom. Úgy. Elzár. Meg is nézzük, hogy jól forrt a cucc. Hó. Hogy áramik, ki is csapódott a fazék oldalára. Ilyen fehérje, meg minden egyéb okosság, meg hú, de szépen úszik. Jó, hát ezt még így egy kicsit így visszafedem. Hagyom így, hogy a elkezdje még egy kicsit hűlni. Mikor majd át lesz szűrve. Legalábbis én át szoktam szűrni. Mások nem szűrik át ilyenkor. Én igen. Kevésbé próbálom elkavarni az arcot alul. Lehetne használni komlóforraló zsákot, de nagyon az őszintén nem tudom hol van, nem kerestem meg. Az ősi módszere. Töltem meg át a cucc. Jó színe lesz. Most tartunk 2 liternél. Ugye gyanítom, hogy ez el fog elférni a dobis vedrünkbe. Éppen ezért, mert elvileg 12 literes,
Hát ebbe is beleöntök valamennyit. Így ne. Természetesen ez is el van mosva, mint ahogy ez is el volt mosva. Ebből túl sok van, nem fér. Ennek olyan 4,8% környékére talán az anyám azon a portokának. Ez a kis sűrűség. Látszik is a sűrűje. A forró seprő. Szépen össze van gyűlve. Kész is. Mint következő dohányítvár lesz. Nagyon jó kis kanállal segített neki, hogy átszívődjön. Hozzá kell tennem, hogy amúgy az idén legalábbis én úgy érzem, hogy ezzel a szűréssel túl sokat eddig nem szívtam. Mind a malátának a daráléka szerintem pont megfelelő, illetve hát most úgy érzem, hogy ez is sokkal könnyebben szűrhető. 3 liter, 9 liter eddig, hát elméletileg még lehet, hogy bele is fér majd ebbe a majd meglátom. Lehet a kék hordóba rakom bele, hogy meg lehessen különböztetni, hogy melyik két sörre dolgoztam. Jól összeállt a forró seprő. Kiszedem ebbe a pancsot, mert így libaszaroljon. Ha nem látszik, de 1,045 a kezdő fajsúlyunk. Ebből a csodából. Hát ennyire teli van. Ugye ez még hűl, szóval beoltom.